Mátyás Tibor Attila szakügyintéző mutatta be a Bonyhádi járási foglalkoztatási paktum eredményeit a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban szervezett projektzáró rendezvényen. A foglalkoztatási paktum egy együttműködés, amelynek keretében a munkaerőpiac szereplői összehangolják tevékenységeiket, így a munkaadók és a munkaerőt képző intézmények közösen dolgoznak azon, hogy a helyi gazdaság igényeinek megfelelő, magas szakmai tudással bíró munkaerő álljon rendelkezésre. Felismerve a tényt, hogy magas a munkanélküliek körében az alacsony képzettséggel rendelkezők aránya, a program célja e célcsoport foglalkoztatásának növelése volt. Az együttműködés keretében olyan képzési és foglalkoztatási programok megvalósítására került sor, melyek az elhelyezkedés elősegítéséhez szükségesek. Az alapvető célja a paktumnak az, ahogy a nevében is benne van, hogy a foglalkoztatás bővítése, mely pedig oly módon, hogy lehetőség szerint hátrányos helyzetű személyeket, akik esetleg már régebb óta nem részesei a munkaerőpiacnak, bevonjunk, képezzük őket, és lehetőség szerint itt helyben vagy a környéken különböző cégeknél, vállalatoknál tudjanak elhelyezkedni. Az összes kitűzött szám és indikátor teljesült, sőt még több is, tehát amit 3 évvel ezelőtt megterveztünk, a bevont személyek számát illetően és az állásba helyezettek számát illetően is teljesültek az indikátorok. Ugye van még egy harmadik elvárás, hogy legalább 1/2 évig ezek az emberek állásban is maradjanak. Itt még ugye nem teljes a kör, de bízunk benne, hogy nagyjából nyáron már azt is látni fogjuk, hogy ilyen szempontból is sikeres volt a program. Alapvetően a regisztrált álláskeresők voltak az egyik célcsoport, de jó hír, hogy egyébként a rendszerben nem látható, teljesen inaktív, adott esetben már több éve nem dolgozó embereket is részben sikerült elérni, és őket próbáljuk ugye integrálni újra a munkaerőpiacra. Tehát nem csak a kötelező elvárást hoztuk, hogy akiknek papírjuk van a rendszerben, hanem akik nem látszódtak, azok közül is sokakat sikerült elérni. Nyilván a kormányhivatal közbejárása nélkül ez nem működhetett volna, hiszen alapvetően a rendszerbe a regisztrált álláskeresők ott lépnek be, tehát nyilván az ő adatbázisukból dolgoztunk. Ezen kívül pedig ez a házról házra járás, megkeresés, motiváció abból a szempontból, hogy megéri elmenni egy képzésre adott esetben, szakmát tudnak szerezni, ez azért részben sikeres tudott lenni, úgyhogy akár szájhagyomány útján is sikerült így elérni különböző tagjait a célcsoportnak. Mi ebben a részben, tehát a toborzásban csak a stratégiát készítettük el, és itt helyben az önkormányzat munkatársai, a Paktum iroda munkatársai és a kormányhivatal munkatársai összefogásban, ahogy ezt a Paktum név is mondja, végezték el ezt a munkát derekasan, és sikerült teljesíteni a kitűzött célokat. Ez a pályázat most lezárul, de nem szabad az együttműködést abba hagyni, hiszen a paktum arról szól, hogy egy kerekasztal köré minden résztvevő üljön le, és arra szeretném buzdítani a résztvevőket, hogy ezt a párbeszédet folytassák, és próbáljanak megfelelni az újabb kihívásoknak, hiszen nagyon sok kihívás. Az elmúlt 3 évben nagyon nagy fordulat történt a munkaerőpiacon, erre érdemes új szemmel is tekinteni és felkészülni. A 2016-ban kezdődő programban olyan vállalkozások és szervezetek kaptak anyagi támogatást, amelyek új munkavállalókat alkalmaztak. Ezzel csökkent a Bonyhádi járásban a munkanélküliségi ráta, mivel több mint 70 munkáltató adott állást 164 hátrányos helyzetű álláskeresőnek. Bonyhád város önkormányzat az elmúlt időszakban 6 milliárd forint támogatásban részesült elsősorban uniós forrásból különböző projektek megvalósítására. Ezeknek a nagy része a 13-ból 12 olyan, amit az itt élő közösség és figyelemmel kísérhetett, hiszen építkezésekről, beruházásokról, fejlesztésekről van szó. Említettem itt a szennyvíztelep rekonstrukcióját, ami jelenleg is zajlik, vagy akár a zeneiskola energetikai korszerűsítését, a várai ifjúsági tábornak a felújítását, a rendezvénytérünknek a megújulását, ez csak néhány példa. De egy közülük a említett foglalkoztatási paktum projekt, az nem volt ilyen látványos, hiszen nem egy fejlesztésről, egy beruházásról beszélhetünk, de legalább olyan fontos szerepe volt az elmúlt időszakban, 2016-os projekt kezdete óta, hiszen az itt működő és a Bonyhád környéki településeket, gyakorlatilag az egész járást lefedő települések igénybe vehették azokat a támogatásokat, elsősorban vállalkozások és olyan munkáltatók, akik lehettek intézmények is, akik konkrét támogatásban részesültek, hogyha új munkavállalókat vettek föl. Szerintem ez fontos, hiszen az alapvető cél az volt, hogy a gazdaságot ezáltal is segítsük,
És minden projektnek, ha a legnagyobb részét arra tudjuk fordítani, amire alapvetően hivatott, ugye a különböző előírások és szabályok betartása mellett, akkor örömmel mondom el, hogy ebből a 250 millió forintból a 170 millió forintot is meghaladta az a forrás, ami konkrétan a munkáltatókhoz került a támogatás formájában. A nagy része mikro és kisvállalkozás volt, és azon belül is elsősorban egyéni vállalkozók, akik egy, illetve egy-két főt tudtak bértámogatással foglalkoztatni, legalább 6, de van több esetben 8 hónapon keresztül. Nekik annyit kellett vállalni, további 3, illetve 4 hónapon keresztül tovább foglalkoztatják őket, van egyfajta utánkövetése a projektnek, és ez egy jelentős támogatás volt, hiszen legalább fél éven keresztül valakinek a bérét és a járulékait egy pályázatból lehet finanszírozni, miközben hatékonyan termel az adott vállalkozásban. Szerintem ez nem nehéz végig gondolni, hogy ez egy nagy segítség. Én örülök annak, hogy több bonyádi vállalkozás és bonyád környéki vállalkozás is igénybe vette ezt a lehetőséget, és bár a mi programunk most lezárult, de a jó hír az, hogy a Tolna megyei foglalkoztatási paktum, amely szintén egy nyertes pályázat volt megyei szinten a megyei önkormányzat által, az tovább folytatódik, és ugyanazzal a célcsoporttal dolgoznak, tehát mindenki, aki abban a 12 célcsoportba tartozó és álláskereső 25 év alatti inaktív roma származású, és még sok-sok szempont van azoknak, illetve az ő leendő munkáltatóiknak jó hír, hogy ez a támogatás tovább is igénybe vehető a megyében. Mindenki, aki a megyében él, így akkor a bonyhádiak is továbbra is részesülhetnek ebben a támogatásban, amennyiben erre szükség van. A bonyhádi önkormányzattal együttműködött a Tolna megyei kormányhivatal és a gondozási központ családsegítő és gyermekjóléti szolgálata, mivel ők napi szinten találkoznak a hátrányos helyzetűekkel, és szaktudásukkal segítették a projekt célját. Tolna megyében az elmúlt időszakban toppos források 27,5 milliárd forint érkezett, ebből az én körzetemben, a Tolna megyei második számú választókerületbe 8 milliárd forint érkezett. Ez jelenti Dombóvár, Bonyhád és még 56 települést, a különböző kulturális és egészségügyi célok, szociális célok fogalmazódtak meg, de emellett gazdasági jellegű pályázatok is voltak, így ez a foglalkoztatási paktum, ahol önkormányzatok, Tolna megye, kormányhivatal, járási hivatal és vállalkozók fogtak össze annak érdekében, hogy a munkanélküliségi mutatót még tovább tudják javítani, illetve a foglalkoztatottaknak a számát tudják javítani. Elmondhatjuk azt, hogy a megyében az egyik leggyorsabban fejlődő térség és a legalacsonyabb a munkanélkülisége is, ez a tolnai járás, hasonlóan a Paksihoz. Szeretnénk, hogyha ezek a jó számok a következőkben is megmaradnának, javulnának, illetve Tolna megye más régiói is ezekhez a számokhoz hasonlót tudna mutatni, ezért dolgozunk. A mai napig tartó Tolna megyei foglalkoztatási paktum projekt keretében a tervek szerint 1051 fő hátrányos helyzetű álláskereső és inaktív szemét vonnak be a foglalkoztatásba.